Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy olyan videó lesz, ami olyan rendszerről, olyan disztribúcióról szól, amit én nem fogok használni. De maga a koncepciója nagyon megtetszett. Úgy hívják, hogy Rhino Linux, ez az orszarvú. Tehát a Rhino orszarvú Linuxról beszélünk, gyakorlatilag érdekes koncepció. Amikor én először olvastam róla, feltettem egy hírt róla a Linux Mintre, akkor azt gondoltam, hogy na hát ebbe az összes olyan jelzőszó, hívószó bent van, ami felkelti az érdeklődésemet. Ubuntu alapú gördülő kiadás. Azaz egy gördülő kiadást készítettek az Ubuntura. Szuper, érdekes dolog, maga az elgondolás is egy nagyon jó. XFCR-re épül, tehát a kedvenc rendszeremre az XFCR-re épül, ami nagyon-nagyon jó asztali környezet. Csempézős lehetőségek is vannak benne. Olyan csomagolási rendszereket, lehetőségeket is adnak, amik más nem alapból. Természetesen ez a csomagolási módszer nem feltétlenül az a csomagolási módszer, amit egy termelőgépre rá kell tenni, de maga a megismerése véleményem szerint nagyon fontos. Mivel már elárultam, hogy a Rhino Linuxról van szó, menjen fel mindenki véleményem szerint az oldalra és olvassa el azokat a dolgokat, amiket ők saját magukról elmondtak, de számomra lényeg. Van csempézős lehetőség, XFCE, Ubuntu alapra elkészített dolog, amihez egy-két extrém dolgot is adnak, azaz nem csak arról van szó, hogy csinálnak egy skint, egy kinézetet, és aztán ők nagy disztribútorok, hanem azért ilyen érdekességeket is megcsinálnak, illetve nézegettem róla egy-két videót, és rögtön beugrott az, hogy ez valami olyan utat folytat, ami érdekes lehet esetleg, nem biztos, hogy így kellene gondolkodni, esetleg át is lehetne emelni a saját rendszerünkbe, hogyha XFCE-t használsz, azokat a megoldásokat, amiket ők ott alapból a saját disztribúciójukba kínálnak. Említettem, hogy egy plusz csomagolási módszert hozzátettek a rendszerükhöz, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó. Nem az én feladatom eldönteni. Én azt mondom, hogy ha valami programot szeretnél beszerezni, ami az alaptárolóban nincs, akkor használd azokat a megbízható PPA-kat, tehát azokat a csomagtárolókat, amiket kifejezetten az Ubuntuhoz vagy a Linux Minthez készítettek, azok biztonságosak. Ha ebben nincs meg, vagy nem szeretnél PPA-t használni, akkor használj apimirch-t, vagy esetlegesen a Flatpak csomagolási módszerrel a FlatHub-on elérhető rengeteg programot. De ezekkel a programokkal, az apimirch programokkal, illetve a FlatHub-on elérhető programokkal van egyetlen egy nagy hiba, probléma, hiányosság, hogy a kisebb dolgokat nem csomagolják be, vagy nem olyan gyorsan csomagolják be, mint ahogy te szeretnéd a frissítéseket megkapni, tehát a legfrissebbet szeretnéd használni. Erre találták ki, és szerintem egy nagyon jó elgondolás, hiszen aki használt Arch-ot, én is használtam, és nagyon kedveltem, ő neki az AUR, tehát a felhasználói programtárhely, amiből le tudok tölteni, tudok installálni nagyon-nagyon-nagyon friss verziókat, az nagyon hiányzik. Miért? Mert ez egy komplett rendszer, és megadom a parancsot, és letöltődik, és elvégzi a munkáját, és a legfrissebb, a legjobb, esetleg kisebb olyan programokhoz is hozzáférek, ami esetleg a saját tárolóba, tehát a gyári, hivatalos tárolóba nem elérhető. Na hát nyilvánvalóan az ilyen igényekre rögtön lecsapnak, és elkészítik azokat a csomagolási módszereket, amelyekkel ezt rá lehet tenni Ubuntu, Linux Mint és egyéb rendszerekre. Nézzük is meg, miről beszéltem. Természetesen az Ubuntu Aurea elnevezésű cuccról fogok egy picit beszélgetni, a Pakstál rendszerről. Mi ez? Ez egy olyan csomagolási, tárolási, installációs módszer, ami követi az Aurnak a klasszikus megoldását. Mi az Aurnak a klasszikus megoldása? Gondoljuk át, hogy mi is az az AUR rendszer, az Arch alatt. Az AUR rendszer készítője, kitalálói úgy gondolkodtak, hogy egy programot lefordítani, tehát telepítésre előkészíteni, egy telepítő csomagot előkészíteni, megcsinálni, napi szinten karbantartani, iszonyat munka. Ez egy nagy csomagnál, egy nagy programnál nem feltétlenül
olyan, ami vészes dolog, persze sok munka van vele, de nagyon sokan le is töltik, de mi van azokkal, akik a legfrissebbet szeretnék, vagy esetleg olyan programot szeretnének telepíteni, ami mondjuk 1000 emberből 3-at érint. Nyilván ezeket elkészíteni folyamatosan fölösleges. Nyilván a fejlődést követni ezeknél felesleges, így bizony kitalálták azt, hogy ők nem fogják elkészíteni neked alapból ezeket a csomagokat, hogy letöltse a csomagkezelőrendszered, szétosztogassa, installálja abba a könyvtárba olyan helyre úgy, ahogy kell, hanem kapsz egy scriptet, adjunk ennek az emberkének egy scriptet, amit lefuttat, és kap egy keretrendszert, ami ezt a scriptet kezeli, és lefuttatja, és akkor ő majd szépen letöltögeti a forráskódját, lefordítja, megcsinálja saját maga a gépen azt az adott programtelepítő csomagot, aztán kalapkabát telepítse. Azaz nem egy előre lefordított, elkészített csomagot fogsz kapni, egy nagyot, hanem megkapod ezt a kis scriptet, és így bizony pörgősebbé, gyorsabbá tudod tenni a legfrissebb dolgok, a legfrissebb programverziók telepítését, és nagy előnye ennek a rendszernek, hogy gyakorlatilag ez a script pár soros parancs, az bizony gyorsan karbantartható, hogyha valami probléma van vele, akkor gyorsan bele tudnak nyúlni, gyorsan tudnak reagálni a változásra, és nincs vele egyéb dolog, csak a scriptet kell elkészíteni, a többi fizikai munka átkerült a te gépedre, és utána, amikor letöltődik ez a script az adott telepítő rendszerrel, akkor a gépeden ez a telepítő rendszer elvégzi azokat a műveleteket, amiket esetleg el kell, és utána települ, szuper dolog. Első lépésben természetesen nézzük meg, hogy hogyan kell telepíteni ezt a disztribúciót, pontosan ugyanúgy kell telepíteni, mint egyebeket. Nézzük is meg, mit kapunk akkor, hogyha elindítjuk az élő rendszert, tehát a telepítő rendszert. Én úgy gondolom, hogy installálni kell egy Linux rendszert ahhoz, hogy megismerjük. Legalábbis első körben az ember megnézegeti élő rendszer alatt, tehát ilyen bemutató rendszer, telepítő rendszer alatt, és hogy mit csinál, hogyan csinál egyéb, de az igazán nebi megismerés, azaz mennyi energiát fogyaszt, mármint tárhelyet, egyebet, az csak akkor fogod tudni megnézni, hogyha valóban telepíted, akkor fogod megismerni. Nyilván, hogyha első ránézetre megtetszik valami, egy partícióra, vagy egy lemezre fel tudod rakni. Hogyan rakjuk fel? Nyilvánvalóan csak át fogunk rajta futni. Miért? Mert a telepítés a Calamares rendszer szerint történik, amit a disztribúciók nagy része használ, azaz mindenki ismeri. Újdonságot semmi nem fog neked tudni mutatni, hogyha négy Linux rendszert felraktál, és utána nincs újdonság. Megkérdezi, hova rakja, milyen nyelven, és kalapkabát, meg egy-két extrém dolgokat bele szoktak gyömöszölni, de igazából olyan nincs, amivel ne tudna egy normális ember grafikus telepítéssel elbánni, egy kis internetezéssel esetlegesen. Hát hogyan is telepítjük? Nyilvánvalóan a telepítéssel, a telepítés install dologgal indítunk. Arra figyeljetek, és észre lehetett venni, hogy nem indult el semmi, hiszen rákattintottam egyszer, alapbeállítása kettős kattintás. Az, hogy kinek mennyire tetszik az, hogy kettős vagy egyes kattintás, az teljesen mindegy. El is indult, ki is választottam én a magyar nyelvet, értelemszerűen megtörtént az, hogy elindítottuk a rendszert, magyar nyelv, odafigyelünk, ezekkel igazából nem kell nagyon foglalkozni, dotálni tudod őket, támogatást megnézni, illetve kiadási megjegyzéseket megnézni. Hogyha valaki most akarja megnézni a kiadási megjegyzéseket, illetve annak a Linux disztribúciónak a tulajdonságait, vagy támogatását, amelyiket fel akar rakni, az késő, előtte nézd meg, és döntsd el, hogy ez kell, vagy nem kell. Oké, kiadási megjegyzéseket átnézed, ha azok a verziók vannak, az a verziójú dolog van rajta, olyan dolog van, a leírás szerint, ami neked tetszik, akkor állj neki. Én tudom, hogy nagyon jó dolog nézegetni Linux rendszereket, de szerintem fölösleges 500 milliót kipróbálni, annélkül, hogy előtte kiszűrnéd azokat, ami nem tetszik. Európa, Budapest. Itt be tudod állítani a különböző lokalizációs dolgaidat. Alapvetően nekem az a véleményem, hogy általában fel fogja ismerni, hogy milyen nyelv,
ami igazán itt működik Magyarországon a magyar nyelv, illetve az adatok, dátumok, illetve számoknak a formációja, hogyan néz ki, hogy vesző van, vagy pont tizedes vesző, kinek hogyan tetszik helyén, az teljesen olyan, hogy fel fogja ismerni, hogy magyar, és be fogja állítani, ha nem, akkor változtatsz rajta. Következő billentyű kiosztás, kiválasztott kedvenc billentyűre. Picit kitérek arra, hogy azt a billentyű kiosztást válaszd, amit használni is fogsz. Azaz beállíthatod te itt angolra a billentyűzetedet, és beállíthatod a jelszavadat, de nem fog nyerő lenni akkor, hogyha valamikor átállítod magyarra, és esetleg az Y helyett kis kacsacsőr lesz, akkor a jelszavad nem fog megfelelni. Oké? Tehát erre odafigyelünk. Következő szokásos választás, hova szeretnéd telepíteni. Hát én nem ide szeretném telepíteni, hanem a 120-as Winchesteremre. Igen, a 120-as Winchesterre, SSD-re, mindig Winchestert fogok mondani, de hát így szoktam meg. SSD-re szeretném telepíteni. A következő gondolat, hogy mellé szeretném-e telepíteni a meglévő Linux rendszernek, Windows rendszernek egyéb, vagy le akarom sikálni az egészet, magam akarom beállítani, eldöntöd. Mi a lényeg? Magyarul szól hozzád, úgy fogod állogatni, ahogy szeretnéd. A meglévő mellé szeretném telepíteni, ennek egyszerű technikai oka van, a 120-as Winchesteremen, SSD-men van egy rendszerem, egy Linux mintes tesztrendszer, jelen pillanatban még beta, de remélem egy-két napon belül karácsonyra ígérték, és hát az már nagyon-nagyon közel van. Nyilvánvalóan egy beta rendszerem van tesztelés szempontjából, szóval azt még úgy nézegettem, szaggolgatom, gondolkodok rajta, hogy frissítem-e vagy nem a meglévő élő rendszeremet az új rendszerre, de kérdés az, hogy hát bizony nem akarom lesikálni, azaz meglévő mellé szeretném telepíteni. Azt mondja, hogy meglévő mellé szeretném telepíteni. A rendszer titkosítása nem akarom titkosítani. Rákattintása a felső sorra kírja neked, hogy milyen partíciók vannak, milyen a rendszer beosztása, file rendszer beosztása. Rákattintasz arra, amelyiket zsugorítani akarsz. Nyilvánvalóan, ha valami mellé oda telepítesz, a másikat zsugorítani kell, és akkor ezzel a kis nyilacskával változtathatod a helyet. Én úgy gondolom, és ez azért elég változatos, eléggé változékony, hogy mekkora hely kell, de 20 giga alá ne menjél. Mert csinál ezt, azt, meg egyéb. 200 gigát adni egy tesztrendszernek, hát nem biztos, hogy kell. Nem fog fent maradni, azaz ez egy tesztrendszer, valahogy úgy beállítottam, itt egyébként lehet látni a dimenziókat, és az EFI, a rendszerpartíciót meg hagyjuk ott, ahol van, ahhoz nem kéne nyúlni, teheted máshova, természetesen nem kéne hozzányúlni. Következőre bökünk, akkor megadod a nevedet, az én nevem még mindig Laci, ő kitalálja, hogy Laci szerint legyen a név, a felhasználói név, ezt átírhatod, nem kell tesztrendszer, nem törődünk vele, mi legyen a számítógép neve, én azt szoktam csinálni, hogyha tesztelek valamit, a rendszer nevét, tehát a gép nevét, akárhogy hívjuk, azt arra állítom, amilyen rendszert tesztelek, és akkor nem kavarodok bele. Ez kijelzi a promptba általában. A terminálba is, meg különben is. Azért jobb, hogyha tudom, hol vagyok. Password. A password legyen olyan, amit meg tudsz jegyezni, jó hosszú, és nyilvánvalóan nem, amit én most adok, 3 darab A betű. Jelszó megkérdezésén nélküli automatikus bejelentkezés, felejtős. Ez egy rossz szokás. Felejtős, kérjen jelszót. Legyen egy jelszavad, egy 8-10-15 karakteres összetett jelszavad, csak egy védelemért. Nekem ez a védelem jelen pillanatban elegendő, hiszen hát holnap, amiután befejezem eznek a videó, illetve videósornak a rögzítését, akkor bizony le fogom ezt darálni, ez nekem nem kell, ez a rendszer nem fog fennmaradni, a 3 darab A betű jó, de ennek ellenére sem fogok én automatikus bejelentkezést kérni, mert ez elvek fontosak. Kilistázza, megnézed, oda kerül, igen, a 120 gigásra kerül, oké, ekkora méret legyen, meg különben is a többit kérje, a telepítés. Volt olyan kérdés, amire nem tudtál válaszolni, nem. Azaz install most, és akkor installáció elindul. Na hát, hogyha valakinek van kedve, nézegesse ezeket a dolgokat. Én gyakorlatilag megjegyzem, hogy 4 óra 41. 4 óra 41 van jelen pillanatban, amikor elindul, hogy tudjuk, milyen hosszú a telepítés,
és telepíteni fog. Ennyi. 4 óra 49 perc alatt lefutott az egész. Vegyétek figyelembe, hogy a partíciókat átrendeztettem, azaz nem üres telepítés, nyers telepítést végeztem egy üres lemezre, itt azért volt egy kis ide-oda tologatása a dolgoknak, ez egy picit hosszabb, mint hogyha csak le kellene formázni a megfelelő, általunk beállított formációba a lemezt. Azaz egy 10 percet lehet rászámítani, hogy ennyi alatt felmegy, mekkora gépre. Mekkora a gépre elindítottam ezt a kis programocskát, és látjátok, hogy gyakorlatilag egy 16 gigás memóriával rendelkező, egy viszonylag régebbi processzor, 3600-as, 6 mag, 12 szálon dobog, azaz gyakorlatilag nem egy túl gyors gép, és 10 perc alatt felment. Oké, ennyi volt az egész. Ahogy látni, feltelepítettem a rendszert, ahogy említettem, gyakorlatilag egy jól kinéző és jól elrendezett rendszert fogunk kapni. Az, hogy tetszik neked ez a háttér vagy ez a színösszeállítás, egyéni dolog, én úgy gondolom, hogy XFCE alapon dolgozik az egész, bizony ezt meg tudjuk változtatni, bár ők egy saját nevet adtak a környezetnek, de én úgy gondolom, aki XFCE alatt dolgozott már, ő neki nem lesz gond az elhelyezéssel, a változtatással, illetve a beállítással, nem is fogok kitérni rá. Az a lényeg, hogy viszonylag normálisan elrendezték a panelt, illetve a Planck elnevezésű dokkolót. A panelon nagyon jól megoldották azt, hogy nincs sok minden, tehát nincs tele tömködve, és érdekességként említem meg azt, hogy nincs start menü. Hozzáteszem, az, hogy nincs start menü, az számomra jelenleg nem jelent gondot, hiszen egy más megoldást csináltak, a GNOME-hoz hasonló megoldást csináltak az eszközök kiválasztásába. 2 darab megoldással tudsz hozzáférni az eszközökhöz. Az egyik megoldás, ami véleményem szerint egy nagyon kényelmes megoldás, természetesen itt látható megoldás, amire rákattintasz, és a GNOME-hoz hasonló panel fog előugrani, és felsorolja az összes olyan, hát hogy is mondjam, telepített programokat. 2 dolgot telepítettem, a hátopot, azt mindjárt megnézzük, az mutatja meg, hogy mennyi a memóriafogyasztása, illetve természetesen a rögzítéshez szükséges megfelelő programocskát, tehát ezt azért vegyétek figyelembe energia, illetve memóriafogyasztásnál, hogy bizony azért fut egy olyan program, aminek elég nagy a hardware igénye, rögzíti a képernyőt, illetve azt, amit én mondok, azaz látható. Ez szuper! Véleményem szerint szuper, sokan szeretik azt, hogy ikonra kattintva indítanak el valamit, ez a legördülő menüs start menü az nem mindenkinek tetszik. Főleg olyanoknak, akik esetleg GNOME alatt megszokták ezt a módszert, kényelmes, jó. Oké, ha már itt vagyunk, egy rátekintést tegyünk. Gyakorlatilag semmi plusz nem telepítettek. Ez nem teljesen igaz, hogy semmi plusz nem telepítettek. A kellő programokat telepítették, de nem vitték túlzásba. A LibreOffice-t felrakták, kell, nem kell, mindenki el tudja dönteni, le tudjuk szedni, hogyha szeretnénk. De azon kívül nem rakosgatták tele grafikus programokkal, videólejátszókkal, kép- és zeneszerkesztő programokkal a rendszert, hanem azt gondolják, vagy legalábbis véleményem szerint azt gondolják, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy mit szeretne telepíteni, mindenkinek mások az igényei, nem tolják le a torkodon azt, ami éppen kötelező, és valóban csak az került fel, ami fontos. Azaz, gyakorlatilag egy szikárrendszert kaptunk, nincs túlzásba vidve a telepítés, ez szimpatikus számomra. A másik programindítási lehetőség, azon kívül, hogy az asztalra is el tudsz helyezni ikonkákat, természetesen a kereső bár, nyilván egyszerű kis bár, beírod a programnak az első 2 betűjét, 3, 4, 5 betűjét, és meg lesz terminált, indítunk, hogyha már itt van, term, parancsal, term beírásával terminál emulátort kiválasztjuk, azt, amelyik éppen neked tetszik. Lehet látni, és ez szerintem egy nagyon jó megoldás, és aki XFCE-t használ, biztos vagyok benne, hogy igazán elgondolkodik, hogy ez jó neki, vagy nem jó neki, szeretné a saját rendszerébe berakni, vagy nem. Hát természetesen az, amit láttatok itt fent. Láttátok, hogy elindult a program, a saját kijelzése, a saját ikonsora, a saját menüsora, így pontosabb, itt jelenik meg. Ez egy nagyon jó dolog, hogy kihelyezik az összes menüt a
panelba, és onnan tudod használni. Megnő egy kicsit, nagyobb lesz egy kicsit az a terület, amit te tudsz használni a programoknál. Tehát láthatod, a programhoz, a terminálhoz ide tartoznak ezek, ha ide kattintasz, akkor megkapod a hagyományos helyek elnevezésű dolgot, ahol az asztalt, a fájlokat, dokumentumokat, az adott könyvtárat be tudod tallozni. Hát számomra az a lényeg a terminálba, hogy beütünk egy H-topot, ezt telepíteni kell, és véleményem szerint ez egy kis hátránya, mert szerintem hozzátartozik, mint szamárhoz a fül a H-top a Linux rendszerhez, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy mennyi energia, illetve memória fogyasztása van. Én a H-topot elindítottam, látható, hogy 1,35 GB-ot használ, ezt tudni kell természetesen azt, éppen fut egy csomó program. Milyen program fut? Hát természetesen a rögzítés fut, ami alapvetően egy erőteljes energiafelhasználást mutat, ha pedig semmi nem fut, emlékeim szerint olyan 0,8-0,7 giga környékén van a fogyasztása, ami egy XFCE-nek, ami egy kicsit fel van már szerelve különböző panelokkal, egyebekkel, úgy általános elfogadható energiafogyasztás, memóriafogyasztás mutat, számomra teljesen korrekt. Azt kell mondani, hogy számomra teljesen korrekt. Ami egy picit érdekes, és véleményem szerint nem a legjobb választás, persze attól függ, hogy mire használod a gépet, itt alul lehet látni azt, ami szerintem egy kicsit érdekes vagy kevés, ízlés dolga egyébként ez a dolog, hogy ők pontosan 512 megabájtnyi swapot használnak. Oké, a gép 16 gigával van szerelve jelen pillanatban, de én úgy gondolom, hogy azért ennél egy kicsit nagyobb swapot is készíthetnének, nagyobbat is hozzátehettek volna alapból. Igazából teljesen mindegy, mert ezen tudunk változtatni, de én azt szeretem, hogy a swapom mérete, persze nem helytakarékos ez az elgondolás, legalább és minimum a memória fele legyen, de ideálisabb az, hogyha van neked egy nagyobb tárkapacitásod, hogy a memóriával megegyező méretű swapod legyen, akkor a hibernálás, altatás, egyéb ilyen akármi dologgal nem lesz neked problémát, kellemetlen, hogyha belefutsz abba, hogy a swap pici, akkor nem tudod hibernálni, altatni, meg egyéb ilyen dolgokat elvégeztetni a géppel rendesen. Én szeretem a nagyobb swapokat, legalábbis jelenleg, és igazából sokszor előfordul, persze napi egyszer maximum, az, hogy belefutok abba, hogy a swapba is belenyúl. Belenyúl, és esetleg egy fél gigányi swap az nekem kevés, de hát nyilvánvalóan mindenki másképp használja a rendszert. Oké, láthatóan egy kényelmes, jól összeállított rendszert kaptunk, na hát ezt becsukom jelen pillanatban, aztán megyünk tovább. Nézzük is meg a következő ikonkát, ami számomra érdekes. Ez az, ami nekem nagyon tetszik, egy picit kinéztek abból a rendszerből, amit úgy neveznek, hogy XFCE, beletettek egy pár olyan érdekes dolgot, ami szerintem jó dolog. Jól néz ki és használható. Ha rákattintasz, rögtön látod, a munkaterületeket jeleníti meg. Oké, nagyon kényelmes. Én azt mondom, hogy a munkaterületeken való mozgatása a dolgoknak, a programok ide-oda elhelyezése nagyon kényelmes. Láthattátok, illetve észre is lehet venni használat közben, hogy ez nem olyan szintű megoldás, mint például a Cinemumban van, hogy nekem három monitorom van, három monitornak mindegyiknek a képét megjeleníti, és ide-oda tudod a monitorok között is mozgatni a dolgokat, nem csak a munkaterületek között. Igazából jó dolog, de ezen még azért lehetne egy picit fejleszteni, hogy fognak, vagy nem fognak fejleszteni, van lehetőség, vagy nincs ennek a továbbfejlesztésre, nem tudom, de nekem nagyon bejött a Cinemon alatt látható különböző megoldások erre, hogy nem csak a munkaterületek között tudok mozgatni, hanem a monitorok között is tudom elvisszahúzkodni a dolgokat, kényelmes berendezést ad. Nyilvánvalóan, értelemszerűen minden monitoron megjelenik ez a kis panel, és az ott lévő programokat tudom az asztalok, illetve munkaterületek között így pontosabb mozgatni, de azért szeretném, hogyha ez egy kicsit jobb lenne. Amit látunk, alapból rátették a Firefoxot, a stabil verziót, azt hiszem ez egy alap. Ezzel nem is nagyon kell foglalkoznunk, mindegyikben bent van, fájkezelő,
egy kódszerkesztő, szövegszerkesztő program van benne, nyilván úgy hirdetik, legalábbis emlékeim szerint a honlapon, hogy a fejlesztőknek ez kényelmes rendszer, nyilvánvalóan az, hogy bent van, nincs bent, eldöntöd magadnak, hogy ez jó, nem jó, kell, nem kell. Egy nagyon fontos dolgot az elején elfelejtettem mondani, amikor először elindul a Rhino rendszered, tehát ez a rendszer, akkor kapsz egy ilyen kis start dolgot, ilyen kis bejelentkező kis képernyőcskét, amiben kiválaszthatod azokat a forrásokat, azokat a szoftverforrásokat, Flatpak, egyéb forrásokat, amit te szeretnél használni, azt nem tudom bemutatni, mert amikor elindítottam a rendszert, akkor a rögzítő nem volt fent, és most utólag nem tudom azt a kis start képernyőt elővarázsolni, nem tudom miért, bizony azokat a beállításokat ott meg lehet tenni. Oké, nem is erre akartam kitérni. Ami nekem nagyon a szívem csücske, hogy ez egy Debian alapú rendszer, Ubuntu rendszer, arra épül, oké, ezt megbeszéltük, de rögvest is alapból fönt van a Nala, tehát a Nala telepítő rendszer, ami egy kicsit szebben néz ki, mint az eredeti apt-get meg társai, jól néz ki. Volt róla szó, szerintem, hogyha valaki Debian alapú rendszert használ, ezt fel tudja rakni. Illetve természetesen, hogyha elolvastad, vagy később megnézed a gyári leírást a honlapon, őnekik is vannak ilyen saját telepítő szkriptjei. A saját telepítő szkripteket azért érdemes használni, mert bár terminálos, tehát azért az egy kicsit rémítő lehet kezdőknek, de az összes forrásból, tehát Flatpak, egyéb forrásból feltelepített cuccokat ő lefrissíti. Tehát nem kell külön a gyári Debian csomagok frissítésével húzni az időt, majd utána átmenni a Flatpakek frissítésére, és így tovább. Hogy ez milyen szinten működik, illetve milyen szinten teszik kényelmesre a dolgokat, én azt tudom mondani, hogy más rendszerben is vannak ilyen szkriptek, illetve programok. Az elfelejtem mondjuk a Flatpak csomagokat felfrissíteni című dologtól teljesen megszabadultam, az egész rendszert, az összes fáj, telepítő és egyéb ilyen rendszereket ez a script kezeli, és nem lesz olyasmi, hogy valamit frissítesz, és másik fele a dolgoknak elfelejtődik. A honlapon meg lehet ezt nézni. Következő dolog, van ez az egyszerű kis gondolat, kis panelt kapsz, hogyha rákattintasz, leolvashatod az adatokat, hogy ez kell, nem kell, szerintem totál fölösleges, oké, természetesen nagyon izgalmatos dolgokat kír, de igazán én ezeket tudom. Egyetlen egy előnyét látom ennek a panelnak, hogy egy upgrade-et el tudsz egy gomnyomással végezni. Kell, nem kell, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki saját magának el tudja dönteni, mivel én ilyen mániákus terminálos vagyok. Természetesen számomra nem nagyon izgalmatos, rákattintasz, és bekéri a jelszót, és elindítja a frissítéseket, láthatóan alarendszerre szerű kinézetet kapunk, ahogy megy a dolog, szépen frissíti is fel a eszközöket. Tegnap a legfrissebb ISO-t töltöttem le, tegnap volt a telepítés, úgyis a dátumból látjátok, és az időpontot is látjátok, azóta ennyi érdekesebb, izgalmatos a frissítés érkezett, lehet használni, hogyha kedved van hozzá. Ez a megoldás egy teljes rendszer frissítést fog elvégezni, ahogy mondtam, a saját szkriptjeit használja, szuper megoldás véleményem szerint. Miután az oldalsó panelt megnéztük, a plankát, egy ilyen dokkolót, nézzük is meg, mi az, ami valóban megtetszett számomra ennél a Rhino Linuxnál, legalábbis leírás szerint. Leírás szerint van benne egy olyan csempézős rendszer, ami, hát ők azt mondják, hogy automata. Az a helyzet, hogy egy picikét csalódás volt az egész, mivel egy ilyen újfajta, vagy legalábbis általam még nem ismert csempézős rendszert szerettem volna találni benne, ami egy érdekes, izgalmas. Picit csalódtam, hogy a Kortil tették bele, ez egy általam ismert csempézős gondolat, már szerintem be is mutattam, vagy a blogban, vagy esetleg videóban, teljesen mindegy, meg fogjátok találni az interneten magát a rendszert, bármelyik, akármelyik ablakkezelőhöz tudod társítani, amelyik kezeli ezeket a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy hát bizony egy másikat vártam, picit csalódás volt. Nézzük is meg, miről beszéltem. Gyakorlatilag iremész, és oda van írva, hogy Kortile, és menedzser, és engedélyezed. Avval, hogy te engedélyezted ezt a
csempézős dolgot. A csempézős az, hogy egy ilyen rácsszerűbe belekényszeríti, belerakosgatja a programokat, és egy picit rendezettebb, nem halmozott, sok odatett ablakból álló gondolatot ad, kinézetet ad a rendszernek. Kényelmes, nézzük is meg, miről beszéltem. Elindítottam a fájlkezelőt, nyilvánvalóan mindenki ismeri, az XFCE saját fájlkezelője, meg egy terminált elindítottam, egymás mellé rakja. Ez egy kényelmes dolog, számomra nagyon fontos. Az, hogy csalódtam, hogy valami nagy újdonságot vártam, az egy dolog, de szépen működik, úgy működik, ahogy kell. Előolvasod a Cortilnek a saját gépkönyvét, leírását, utána már te minden probléma nélkül konfigurálni is tudod ezt a rendszert. Hát bizony, ezt kapjuk, én úgy gondolom, hogy egy kényelmes, viszonylag jól megválasztott csempézős dolog. A csempézés akkor kényelmes, amikor 2-3 ablakot szeretnél valami elrendezésben látni a monitorodon, és egymás mellett, egymás alatt, ahogy be van állítva, azt a kinézetet szeretnéd megkapni. Nyilván vannak különböző beállítási lehetőségek, ha már nincs szükség arra, hogy ilyen csempézős, rács szerkezetbe belekényszerített kinézetet kapjál, akkor kikapcsolod, és utána nyilvánvalóan tudod mozgatni az ablakokat. Ennyi. Ahogy már említettem, van egy script készlete ennek a rendszernek, gyakorlatilag az, hogy használod, nem használod, de a te dolgod, de van egy jó kis leírása. Én úgy láttam, legalábbis leírás szerint az alapvető fájlkezelő, illetve csomagkezelő, így pontosabb, csomagkezelő műveleteket ő elvégzi, illetve van egy lehetőség, ilyen Dropbox megoldás, hogy fájlokat gépek között mozgassunk, ezt nem próbáltam ki, igazából nem nagyon érdekel ez a fele, én úgy gondolom, hogy egy kényelmi funkciót adtak hozzá a rendszerükhöz. A másik megoldás, ami véleményem szerint egy terminált kíván, természetesen az a megoldás, amit emlegettem, tehát az a AUR-szerű megoldás, rákattintunk, megnézzük, micsoda ez, a leírást elolvassuk, rákattintunk, megnézzük a leírásban, mi szerepel, természetesen első körben installálni kell a rendszert, én a legegyszerűbb módszert szoktam installációkor használni, az, hogy bemásolom az teljes parancsot. A parancsor beírása után természetesen elindítjuk, megadjuk a jelszót, sudo joggal, felruházott dolog, mit kérő, hogy szeretnéd ezt az egész akármit telepíteni, igen, szeretném, nyilván azokat a dolgokat telepíti, amire neki szüksége van, elvégzi a beállításokat, látható, hogy fél másodperc alatt lefutott a dolog. A következő feladatként egy mintatelepítést el fogunk végezni, gyakorlatilag megkeressük a csomagokat, és a csomagok közül ki fogunk választani valamit, ami éppen tetszik nekünk. A csomaglista betöltése után kiválasztjuk azt a programot, amit szeretnénk telepíteni. Nyilvánvalóan mindenki látja, mellé írták azt, hogy hogyan kell telepíteni. A szintaktika, ahogy lehet látni, nagyon egyszerű. Én az egyszerűség kedvéért az Alacrity-t fogom telepíteni, gyakorlatilag megint a kimásol és beilleszt dolgot használom, és lenterezem, és telepíteni is fogja. Megint megkérdezi, hogy igen, 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 szeretném-e, és nem szeretném ezt a scriptet megnézni. Aki használt már AUR-t, azaz az Arch alatti tároló, extra tárolót használta, ott is megszokott, hogyha másképp nincs beállítva, hogy rákérdez, hogy megnézed-e azt a scriptet, ami végrehajtódik ezen parancs segítségével. Én úgy gondolom, hogy aki akarja, nézze meg, de jelen pillanatban az N-re fogok ütni, mert nem szeretném megnézni azt a scriptet. Miért nem szeretném megnézni azt a scriptet? Azért, mert megbízok, és ez nagyon fontos, megbízok a készítőjébe, és leenterezem, és fel is telepíti, ahogy lehet látni, lefut. Lefut a dolog, arra azért figyelni kell, hogy minden olyan dolgot le fog tölteni, telepíteni fog, amire neked szükséged van ehhez a programhoz. Azaz, előfordulhat, hogy a futtatási környezetet, fordító programokat és egyebeket az elején letölti, nyilvánvalóan nem mindegyiknél, és ahogy lehet látni, és véleményem szerint ez egy nagyon kényelmes dolog, hogy a Ubuntu tárhelyéről szedi le azokat az extra függőségeket, amire az eszköznek szüksége van, és utána, ahogy hát aki már látott, lefordítandó programot letölt, és megtörténik, és utána csinálja a dolgait, fordít.
azaz elkészíti azokat a dolgokat, amire neki szüksége van. Hogy ez mennyi ideig tart, azt én megmondani előre nem tudom, az internet sebességtől függ a letöltés, utána pedig attól függ, hogy milyen gyorsan tudja lefordítani, elkészíteni a telepítendő csomagot. Természetesen mindenki tudja, hogy ezeket a programokat saját tárhelyéről az Ubuntu-nak, a Mint-nek, vagy amit használsz Debian-nak az adott tárhelyéről is le lehet tölteni, installálni, de itt a legfrissebb verziót fogod megkapni vélhetően. Indítottam egy hátopot, hogy megnézzük, hogy hogyan működik a fordítás, mármint azt értem, hogy lássuk azt, hogy működik, dolgozik. Természetesen a fordítás rendszerigényes, azaz a processzort rendesen kihajtja, szükség van rá. Tehát elvégzi azokat a dolgokat, amiket kell. Ahogy láttuk, folyamatosan dolgozik, azt mondja, hogy igen, installáltuk az Alacritit, el is indítjuk Alacriti, és el fog indulni, és lehet látni, hogy egy másik fajta, másik kinézetű terminált kaptunk. Ennyi. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Menet közben több dologra ki is tértünk. Bemutattam a Reno rendszert, nyilvánvalóan egy kényelmes, használható, és szerintem jól kitalált. Tehát egy kicsit más XFCE rendszert fogunk kapni, mint amit megszoktunk. Beletettek olyanokat, amit mindenki ismer. Mert ezek nem egy szuper általuk kitalált dolgok, általuk kitalált programok, hanem mindenki által ismert, vagy legalábbis az interneten elérhető, de ezeket egybe kapjuk. Kapjuk egyrészt a csempézéses rendszert, lehet látni, hogy én automatikusan ilyen bemutatáskor ezt szoktam felrakosgatni, így bemutatni a dolgokat, egymás mellett szépen lehet látni. Kapjuk azt a nagyon-nagyon kényelmes kereső megoldást, természetesen te is tudod külön installálni, rengeteg ilyen van, de nyilvánvalóan kényelmes, ha megkapjuk. Kapjuk ezt a választási panelt, vagy ezt az asztalon kiválasztható ikonra kattingatós rendszert, illetve kapjuk ezt a nagyon egy kényelmesen használható, és ahogy lehet a képen látni, szuperul működő munkaterület váltót, program váltót, gyakorlatilag ezek kényelmessé teszik a használatot. Maga a rendszer energiaügyileg, mármint fogyasztásügyileg egy átlagos XFCE-nek felel meg, logikusan, hiszen azt használják, azt alakították át. A telepítés egy viszonylag normális minimum, azaz elfogadható egy kezdőnek, utána majd ő telepítgeti a dolgait, illetve installálja azokat a programokat, amit szeretne, illetve bemutattam ezt a Ubuntu Aur-nak megfelelő gondolatot, szerintem egy jó és elgondolás arra, hogy a legfrissebb és nem a legnagyobb. Tehát, hogyha végignézed a listát, amit ők adnak, nem a legnagyobb programokat tartalmazó, azok amúgy is megjelennek más telepítési formában, és nyilvánvalóan mindenki sejti azt, hogy egy LibreOffice forráskódból lefordítani nem biztos, hogy egy kezdőnek megfelelő dolog, illetve idő, gépigény szempontjából se ilyesmi, mint amit bemutattam. Azaz, kaptunk egy nagyon jó kis rendszert, nagyon jó kis elgondolás mentén. Én úgy gondolom, hogy akinek van kedve, használja. Plusz természetesen a rolling, azaz folyamatosan frissülő megoldást szerették volna bemutatni, ami igazából sokaknak hiányzik a Debian Ubuntu vonalról. Hát bizony, az is egy kényelmes dolog olyanoknak, akik azt szeretnék használni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó Linux használatot kívánok. Sziasztok!